Sziasztok, ez itt a Bögre legújabb Balázs Britanniája videója. És nézzétek, milyen szépen alakul a birodalmunk, hát elképesztő, hát egyszerűen itt már szinte teljesen sikerült vörösre festeni a térképet, már mint viszonylag, és szerintem északi része Dél-Amerikának is meg lesz háború nélkül, aztán majd jöhet a háború. Igen, idő után már mint nem sokára tervezem egyébként a spanyolok megtámadását. Szerintem öt részen belül meg fog történni. De nézzük, hogy állunk egyáltalán. A spanyoloknak pont ugyanakkor a hadseregük van, mint nekünk. Ez para. Mi most reinforce-olunk? Aha. Picit. 3000 főt. Szóval, ja, 2000-rel vagyunk többen. Aztán vannak portugálok, akikkel meg kell küzdeni, ők csak 40 000-en vannak. A franciák meg 32 000-en, ők is reinforce-olnak. Tehát lényegében egyenlő elemek küzdelme lenne, kivéve, hogy még egy csomóan segítik a spanyolokat. Nekünk is kéne egy olyan szövetséges, aki utálja a spanyolokat, és szívesen becsatlakozna egy ellenük folyó háborúba. Az oroszok utálják, a mamelukok utálják, azok minket is utálnak, azt hiszem. Az oroszok meg rohadt messze vannak, és minket is utálnak. Szóval mindenki utál, aki a spanyolokat utálja, az minket is utál. Remek. Egyenesen kiváló. Burgundiát... Ausztria nem szereti. Hey, Ausztria! Nem akarsz megint a barátom lenni? Heretic Religion, European Empire... Hát ez egy nagyon határozott nemnek tűnik. De van egy Bohémia is, akivel akár barátkozhatnánk. Ő tök szívesen lenne a szövetségesem. És a Commonwealth? És az ott oszmánok amúgy. Ővelük is simán be lehetne barátkozni. Na jó, ezt majd még kicsit később. Egyenlőre folytassuk ott, ahol abba hagytuk, és ugye van egy debétünk, amit meg kéne oldani, mert csak növekszik tőle a korrupció, még nincsen debét. Ez para, mert régen az volt, hogy a legitimáció csökkent. De most már nem, most már a korrupció nő. Úgyhogy most már tényleg nem hagyhatjuk vita nélkül a parlamentet, mert effektíve pénzt veszítünk belőle. Régen az volt, hogy a legitimáció csökkent, viszont annyival csökkent, hogy mit tudom, volt mínusz egy legitimáció, de volt összesen plusz 3, amit kaptunk egy hónapban, tehát nem számított. Azt hiszem, erre ránéztem az előző részben, és kit érdekelt, de most mármint, hogy nem látom semmi jót, viszont válaszolni az kell valamit. Úgyhogy missionary strength az mondjuk egész jól jönne. Hogy lássam, hogy állunk ebben. Megint a zene. Köszönöm, a zenét ezt ki fogom venni. Hol vagy? Hol vagy, music player? És ki megy most? Mark Hürfar, Skogamerk Movicmon Frere. Hát gyönyörű a címe. Csak azt mutasd meg, hogy hol vagy. Aha! Így. Jó, ezeket én kiveszem. És biztos vagyok, hogy ez ki volt régen véve és visszaállította. Úgyhogy, how about no? Így. És jött a következő. Hát ez roppant izgalmas volt. Na lássuk csak! Szóval itt van egy protestáns rész. A protestánsokkal szemben az az érzésünk, hogy nulla. Tehát az viszonylag jó a tolerancia a protestánsok felé, meg amúgy minden keresztény felé. Úgyhogy annyira nem is para, hogy itt vannak keresztény területek. Viszont a franciáktól majd nagyon sok keresztény területet fogunk megörökölni. Úgyhogy majd akkor szükségünk lesz arra, hogy legyen missionary strength. Az is igaz, hogy addig is csinálhatnánk a cuccokat. A másik, amit gondolkozom, az a pénz, amit nyilván ez adna, és ez. De jó, legyen inkább a missionary, az jobban tetszik, hiszen az RSZ-et is csökkenteni fogja, úgy többé-kevésbé. Na lássuk csak. Army Tradition-t kér, pénzt kér, pénzt azt adunk. Nyakló nélkül. 42%, really? Jó, hogy állunk tagben? Nagyon jól állunk admin tagben, ami azt jelenti, hogy admin tagget adhatunk, amennyit csak nem szégyellünk. Adhatunk legitimációt is, bár hát most nem növekszik. Admin tag. Admin tag. Dipló tagget is szerintem adhatunk, és mi mindig csak 85. Csak most jön az, hogy Army Tradition-t veszthetünk, Local Autonomy Lancashire-be. Azt vissza tudjuk szerezni, igaz? Hol vagy? Itt van. És akkor Lancashire. Itt van. És rögtön csökkentjük is vissza a francba. És 0.7 lett az unrest. Give the shit.
És akkor még Mercantilizmus nem szívesen veszítenék, de lehet, hogy jobb lenne, mint Army Commission-t veszíteni. Army Commission-ből 67.2, jó, egy vesztés túlélünk. És meg is van, ami azt jelenti, hogy mehetnek ki az újabb emberkék. De lassan térít, ezt hallod. Akkor küldjük egy olyan helyre, ami tényleg nagyon lassan térít. Kaléba. Amúgy, ide, erre a területre akár kérhetnék egy ediktumot is. Nagyon ritkán használjuk ezt az ediktet, szerintem még egyszer sem használtuk ebben az epizódban. De itt az Enforced Religious Unity, nem az epizódban, mert a sorozatban, Local Missionary Strength plusz egyet adna. És ez kicsit drágább lenne a fenntartása, de nem lényegesen. Egy 0.8 aranyal. Jó. És akkor rampózoljuk is. És... ugye itt befejeztük a háborúinkat az előző részben, és nagyon megyünk a Pueblo indiánok felé, akik kicsit idegesen nézelődnek a mi irányunkba. És Cuscót szeretném megtámadni legközelebb, meg Chapacayát, de mert nincsen még rájuk klémünk. Úgyhogy ezzel még kicsit várunk. Itt mennyi gyűlt már össze? 122, kiváló. Majd veszünk egy stabilitást mindenképpen. Én Európában viszont az Aggressive Expansion úgy néz ki, hogy... hol vagy? Itt. Jól! Nagyon-nagyon jól néz az Aggressive Expansion. Tehát akár nem sokára újra támadhatunk is. East Frisia nem adja fel. Mondjuk egy Dániának kik a szövetségesei. Commonwealth és Brandenburg. Igen, ebbe buktunk bele a múltkor. Nem olyan egyszerű az, ahogy ezt Móriczka elképzeli. Aztán ugye a Burgundiának be van szövetkezve, Burgundiában van szövetkezve a spanyolokkal. Spanyolország, Würzburg és Köln. Ez azért lenne jó, mert csak Spanyolország kéne megküzdeni. Tehát mondjuk, ha nincsen most diplomatán, nem tudom megmutatni. De hogy... volt egy ilyen? Ó. Oh. De hogyha... ó, te, gyere vissza gyorsan ide. Köszönöm. Hogyha megtámadjuk Burgundiát, akkor Köln, Würzburg és Spanyolország fog becsatlakozni. Portugália meg nem. Meg Savoya sem, és senki, aki Spanyolországnak a szövetségese. Nem Savoya, Genoa, azt hiszem. Portugália, Burgund, ja igen. Genoa és a pápa. Jó, a pápa nem sok vizet zavar, és Genoa sem, de azért kicsit azok is számítanak. De merre lehetne még terjeszkednünk? Na most itt az a baj, hogy mindenki már a birodalom része. Igaz? Igen. Az nem. Kelet-Frízia nem része a birodalomnak. Dissenting Academies. Let them teach as they please. Itt valami nagyon csúnya dolgok történnek. De innovativeness, ezt mindenképpen szeretjük, vagy szeretnénk. 10 évre kapunk minusz 10 religious unity-t, és az eredmények ellen minusz 3%. Drága kenyér. De mivel célunk ebben a kampányban az, hogy megszerezzük ezt az 50-es innovativeness achievementet, ezért sajnos muszáj ezt bevállalnunk. És nézzétek meg. Jó, 0.1, azt hittem rosszabb lesz, de 0.1, minusz 0.1-re lement az eredmekeknek a toleranciája. És a missionary strength is csökkent. Aha. Az viszont leesett. Viszont, ha tudnánk szerezni egy missionary guide, akkor Kalét folytathatnánk. Venetét nem, de Kalét igen. És az pénzért cserébe. Tehát a pénzes ürgét kéne elküldenünk sajnos, érte. Lássuk, hogy kapunk-e valakit, és... esetleg ediktumot lehetne még, ha már van erre, ha van hozzáférésünk. Nem is néztem még az edikteket. Global Settler Increase, lehet, hogy az be kéne játszani egy picit. Nagyon kis időre. Recovery Speed, Nutrition. Ugye nem nagyon használjuk most semmire a diplópontokat. Hiszen... itt ez ilyen, az meg olyan. Ez meg tele van. Úgyhogy ide ledobok gyorsan Angliára, Londonra egy ilyet. És 0.1-el fog növekedni a bevételünk, azért ez elég durva. Szóval én be tudom vállalni azt, hogy most is plusz 7-tel növekszik ez a cuccunk. Maxilant, nem érdekel. Igaz, plusz 7-tel, most van 3.75. Sose tudom, hogy ezt az alsó Integrating France-ot levonja. Mennyi volt? 3.75, igaz? Akkor ja, 7-tel növekszik. Mert amúgy 11-el növekedne. Aha, jó. Szóval 7-tel növekszik. Tehát simán, mivel nagyon jó a királynénk,
és majd ha jön a király, ugye most még 10 évig van ez a cucc, ez a királyné, az anya királyné, aki uralkodik, régens királyné. Potomac. Jó. Szóval be tudom vállalni szerintem addig azt, hogy akkor annyival kevesebb. Tehát, hogy most pont 10 évre adja, egy diplopontba kerül havonta, és plusz 20-szal növekszik a Global Saturn Increase. Az plusz 20 lesz. Embrace Icelandic Identity. Less than 4 cities. Hát akkor ez nem fog működni. Izlandot, nem várunk Izlandát sajnos. Van egy olyan érzésem. És mindjárt 1600 lesz. Jelent ez valamit a korok tekintetében? Már nem emlékszem, hogy a következő kor mihez kapcsolódik, de lehet, hogy 1600-hoz. Hogyha elérjük 1600-at, akkor spónol. Aha. Global Trade. English is highest value. Aha, nem mi vagyunk a highest value-k sajnos, úgyhogy nálunk nem fog spónolni. Oh well. Valahogy nem lep meg. Hogy állunk a hadsereg ügyében? Azt hiszem tudnánk még képezni. Aha, 6 egységet tudnánk képezni, amiket képzünk is, és Európába képezzük őket, mert azért itt lassan be fognak indulni az események. Legyen úgy, hogy most csinálunk egy lovasságot, 3 ágyút, és mörkből csinálunk még 3-ot. 2-t. Így. Illetve itt pedig rakhatunk lassan klémet. Nagyszerű. Grád is rakhatunk. Még jobb. Ami azt jelenti, hogy hazajöhetnek végre azok a nyomorúd, akik ott dolgoznak az Andokban már nagyon-nagyon régóta. És megnézhetjük, hogy mi történne, hogyha mondjuk rátámadnánk Burgundiára. Vagy Spanyolországra. Ki segítene, ki nem segítené. Értitek, ehhez is ilyen és ehhez hasonló dolgok. Annyi lázadás van most, srácok. Kapjátok össze magatokat. Meg egyáltalán... Rájuk, ha rátámadunk, mi lesz. Neki az egyetlen szövetségese Mapuche, ami itt van, és igencsak be kéne foglalni. Mert a spanyolok is jönnek, nézzétek csak. Itt már a spanyol Perúként jelzi ezt a területet. Nobility curtailed. Eltakarították a nobilitást. Van ez a dolog, hogy valószínűleg megvolt Magyarországnak a katasztrófa. A disaster. Hogy átvette a hatalmat a nemesség, és azt most megoldották. Well done, Magyarország! Jó, itt mindenki elkészült. Kik lázadnak? Bárki, akit érdekel? Pretended Rebels? Nem. Nem, senki esmi, aki miatt aggódnunk kéne. Hüha. Jó, nálunk lesz az előny. Nagyszerű. Ott is lázadók, mindenhol lázadók. Ez a lázadás éve, vagy nem is tudom. De mindjárt jön az új Institution! Roppant izgalmas. Szigura van már, klémünk? Nincsen. Esküszöm, egy dolgod van, Adorájól. Egy dolgod van. Livestock vicsitában. Hát, az lehetett volna jobb is. Visszaszereztük a területet, úgyhogy ide jövünk, és lassan támadjuk is Cuscót. Cuscónak 10-es attack-e, nekünk 16-os, úgyhogy nem igazán aggódom miatta. Ráadásul itt a lázadók szétrektelik. Itt lázadás, mindenhol lázadás, hát ez tarthatatlan. Ide, aztán ide. Majd már arrébb, rosszat nyomtam meg. De nem baj, tudja ő, hogy mit akarok tőle. Az ott jó, ez itt már kevésbé, de megverjük a lázadókat, azt hiszünk St. Louisba. Jó. Van egy egyes egység, gondolom ez őrzi a kolóniát. Aha, igen. Felmerült egy kérdés, Bálint kérdezte, hogy a mi területeink azok segítenek-e abban, hogy kolonizálnak, és meg tudom mutatni, hogy igen. Mert lehet, de meg tudom. Ez például nem kolónia.
Tudja, hogy van kolónia. Mert általában, hogyha nincsen tartozásuk... Ah, itt is van. Akkor igenis kolonizálnak. És Ó-Kanada itt kolonizál. A lot of colonies is valahol tuti kolonizál. Itt volt? Jól láttam? Aha, itt. Itt ez a kolóniája. Úgyhogy no para. Dolgoznak rajta, csak kevésbé effektívek. Eruption of Hayanapötina. Hát ez kellemetlen. Egy perui vulkán kitört, és most az egész világon lemegy 2 évre az ára a búzának és a bornak. Ez mondjuk ez nagyon gáz. De a kérdés, hogy hol van az institution? Can appear. Nem jelenik meg az institution, ez nagyon fura. Nem vagyok meg biztos, hogy ennek pont így kéne működnie. De, nézzétek, ha nem, hát nem. Én nem vagyok semmi jó elrontója. Az ott megvan. És jöhetünk ide, pont itt lesz a kuszkói hadsereg. Eléggé leesett a bevételünk. Lehet, hogy azért, mert reinforcerunk, de lehet, hogy azért, mert kitölt az a nyomorult vulkán. Bármi elképzelhető. Mapuche nem csatlakozik, úgyhogy én azt mondom, hogy most üzenjünk hadat. Szvonuljunk oda, majd ráérünk odaérni. Alagoas, megint egy lázadó. Nagyon sok lázadó van most, pedig annyira nincs is szerintem magasan az árestünk. Minusz 5 a National Arrest, minusz 5! Értitek? Miért van overextension? Mert hülyék. Jó. Nem baj, nem baj. Az a lényeg, hogy haladunk szépen, lassan, és van egy új merkántunk, akit elhelyezhetünk. Nem mint az eddigeket túlságosan effektíve tudtam volna elhelyezni. De... Próbáljuk meg tenni valamit. Ohio. Ohio! Ez jó lesz. Transfer Trade Power Benjamin Anderson, tessék. Kiváló, kiváló. Felteszem ez, hogy itt jó nekünk. Dolgozol, dolgozol. Persze, amúgy itt tipikus, hogy itt egy csomó helyen lehet arany. Mindenhol van, nem mindenhol, de nagyon sok helyen kb. 4-5% esélye van, hogy arany legyen, és mi meg teheneket kezdünk ott gyártani, fantasztikus. Ezt elfoglaltuk, tehát megvan a war goal. Akkor te gyere ide, és egy valaki pedig felzúz ide a hegyekbe. Mert ez mind hegyek, ne foglalkozzatok vele. Neked nincs is szövetséges, akkor te leszel a következő, gratulálok! Ezt úgy befoglaljuk ezt az egészet, mielőtt még megjelennének a spanyolok. Hogy csak pislognak majd. Adminnal megint tele vagyunk, az sose gond. Akkor megint Londonra dobjunk egy kicsit. Egy kicsit, értitek? Garrison size, totál nem kell. Land addition, abszolút semmi szükségre. Land force unit modify plusz 50, jó, az viszonylag hasznos. Gyere ide. Emiatt kicsit aggódom, hogy nem fog tudni eljönni. De egyrészt hátha, másrészt meg hátha nem lesz el szükség. Bár igen, mert pont most kötött körömbékét Cusco, vagyis fogadta el valószínűleg a lázadóknak a kéréseit. Sweating sickness, hűha. Victoria flees the city, egy stabilitásvesztés. Spend every effort to limit its effects, 560 arany, 100 ipló pont. Gyűlöllek. Akkor legyen 100 diplópont. Whatev. Hajrá! Na, francokat. Nem nagyon boldogulnak ezekkel a lázadókkal, úgy látom a franciák. Egy ideig el fognak velük kergetőzni. Megvan a Kacsán ostroma. Át tudunk ide jönni? Át tudunk oda menni! Ó, hát micsoda váratlan örömhír. Az a jó hír. Nem. Van jó hír, meg még jobb hír. A jó hír az, hogy... ha átmegyünk oda, akkor valószínűleg... Nem, a jó hír az, hogy át tudunk menni, és a még jobb hír az, hogyha átmegyünk oda és befoglaljuk a fővárosát, akkor valószínűleg áthagyja ezt az összes területet. Az Oxo nélkül.
Hát nem biztos, mert 69 a war score, és van még egy erődjük egyébként. Ott valahol. Ja, az aggressive expansion. Jó, akkor az nem számít. Az nem számít. Amúgy sem közös összeset magvasítani. Karantén. Igen. Hanem csak bemagvasítunk. Ezek ugye kész vannak, bemagvasítunk még hármat. És a többi pedig automatikusan hozzácsapódik majd az új perui területekhez. Hú, Peru. El kell gondolkozni lassan, hogy mi legyen a neve. És eszembe jutottak a perui pánsíposok. És az arany hörcsögök. Valahol ebben van egy jó poén. De lehet, hogy egy nálam jobb ember kell, hogy erre rábukkanjon. Újabb lázadó, megint lemerjük őket. De miért lázadtok ennyire, srácok? Tök jó világotok van. Végre részei vagytok a birodalomnak. Mindenki erre várt. Legalábbis mi totál erre vártunk. 74, talán átadják. Átadják. Hamarabb átadják, mint hogy meg lesz az ostrom. 327, mondom, ennek egy részét kell majd csak felhasználni. Ott van a hadsereg. Bohém kristály. Good for them. Szóval ezt a hadsereget most megverjük, és át fogjuk adni az egészet. Gyerünk. Cool. És most már bele is mennek. Van pénzetek? Van. Ez esetben még kicsit folytatjuk a háborút. Mert kéne a pénzetek is, rácok. Ezt tök fölöslegesen osromoljuk ketten is, de... Whatev, és közben elfeledkeztem, hogy én Missionary Serengáit akartam itt alkalmazni. Majd előbb-utóbb biztos sikerül. Ott van egy másik hadsereg. Ez mondjuk para. Mert elég végtelenek vagyunk azzal szemben, akik most ott mennek. Mármint errefelé mennek. Hát, ha tudjuk őket kapni. Próbáljuk meg nagyon gyorsan futni. És akkor Makajában, vagy Aviriben, vagy Koeroben el tudjuk kapni őket. Biztos vagy benne. Ha addig nem lesz. Aha, a Makajában elkapjuk őket. Szuper. Elkészült az egyik kolóniánk, Potomac. Az azt jelenti, hogy végre bezárhatjuk a spanyolokat ide, a kamarába. Ha-ha-ha-ha, spanyolok. Na, itt még ki tudnak majd... Nem tudnak kimenni. Jó, nagyszerű. Az Florida, tietek lehet, majd úgyis elkérjük a háborúban. Amit majd, hát szerintem az egy világháború lesz, de mindenképpen érdemes lesz addig maradni, mert ezt meg fogjuk vívni. Jó, kérem szépen ezeket, és mehetsz dolgodra. Remek. És most ilyen magvasítunk három területet, méghozzá három legolcsóbbat. Ami Pikwimpampa, meg Huaraz, meg Huangco. Gyakorlatilag kevesebb, mint 100 admin pontból ezeket bemagvasítjuk, ők bemagvasodnak, és létrejön a perui pánsípos ország. És mindenki roppant boldog lesz, de annyira boldog lesz, hogy még csak a Pajapolyót is elfoglaljuk addig. Jaj, ne fussál már, hát csak viszed a diplópont, vagy military pontot, hülye gyerek. Gyere ide, és... Hát nem igazán látom, hogy ő rendelkezne hadsereggel. Ez sajnálatos, de nem nekünk sajnálatos, neki sajnálatos. Confirm. Atak. Nem oda. Oda. Atak. Szerintem nincs hadserege. Nincs. Jó. Nincs is nagyobb öröm ennél. Vagyis van. Annál, hogy ártatlanokat... És nem küldtünk ki. De kiküldtünk újkoron is, hát jó, hülye vagyok. Kiküldtük. Szóval annál nagyobb öröm, csak egy van, hogy ártatlan, nyomorult... őslakosokat verünk PP, méghozzá az, amikor legyőzzük a kolonizálókat, és elveszítődik a kolóniáikat. Az igencsak. Az nagyon adja. És lesz olyan is, ne aggódjatok. Van egy erődöd, hát good for you, de ezt az erődöt én nem szívesen akarom fenntartani. Úgyhogy ez nem fog megtörténni. Hogy állnak a többi kolóniák? 805-752. Ez megint 5000 évig utazik? Nem, ez most nem 5000 évig utazik. Amúgy tökre értékelném, hogyha a Lot of Colonies az kicsit jobban oda tenné magát, de biztos vagyok benne, hogy megtesz így is, amit tőle telhető. Hát ez is megvan. Viszont ezt a békét nem függ megkötni egészen addig, amíg
Lack of demand of draperies. Egészen addig, amíg nem magvasítottuk be az előző területeket, mert csak növelni az aggressive expansionünket picit, ami pedig nem, az nem gond, növeli az overextension-t, ami picit kihatással van a National Arrest-re. Szóval nem érdemes azzal szórakozni. Gyere hát ide, mert onnan kilútoltál mindent, és nem akarom fenntartani ezt az erődöt, köszönöm. Professional National van 10%. Nem viccelsz. Mennyi időre? 10 évre. Szerintem azzal túlélünk. Igen. Hogy áll a professionalizm? Nos, kiválóan. Pont most ment föl 40-re megint. Nem, 41.93. Hát akkor 40 fölött vagyunk. És hogyha valami nagyon nagy baj lenne, ugye nagyon sokat tudunk szerezni innen. 20.000 manpower tudunk szerezni 5 professionalizmért. Azt nagyon megéri. Hogyha esetleg beütne a kaki. 100 population in Wichita. Ó, és Cincinnati-ben fellázadtak, ez az újabb, és a harmadik piece of information pedig you can invest in technology, azt nem tudjuk megtenni, sajnálatos módon. Kicsik háborúznak Európában, vagyis fognak majd háborúzni Európában. Portugália meg szépen terjeszkedik, ájjaj. Akár még gond is lehet a jövőben. Azért, azt mindenképpen el kell ismernem. Itt nincsen tábornok. Legyen már. Melyik hadsereg? A negyedik hadsereg gyakorlatozik, akkor a 11-től átvihetjük az embert, és most már ő is gyakorlatozik. Minden a tervek szerint halad. Igen, van, hol van Arrest? Lot of Colonies-ban, de ott van már egy... Hát van már... Vannak már emberek. Ezeket az erődöket nem én tartom fenn, hanem a Colonial Nation-öm. Van-e valakinek, most valakin tudok-e segíteni, van-e valakinek hitele? Nincs, ügyes vagy, hülye vagy, neked van. 400 forint hiteled van! Kinek? The Jungles. Ó, drága kenyér. Jó, kifizetem. Nincs hiteled. Nincs hiteled. Franciák nem érdekelnek túlságosan. Brazíliának is van hitele, 77 forint. És Lot of Colonies-nak is van hitele. Hát tönkreteztek, srácok. De ahhoz az kell, hogy hitelmentesek legyenek, ahhoz, hogy... hogy tudjanak kolonizálni, gyarmatosítani. Úgyhogy most ezt lenyeljük, ezt a békát. Hogy állnak a magvasítások? Kiválóan. És azt hiszem ez is az minden, amit meg tudtunk most itt tenni. Dél-Amerikában, azon túl, hogy megpróbálunk befoglalni jelentős területeket. Lesz az új patchben egy olyan lehetőség, hogyha mondjuk van már rengeteg kolonistánk, és elfogyott minden terület, ami nagyjából azért 1150 körülre meg szokott történni, akkor lehet küldeni a saját területeinkre, hogy fejlesszék azokat. Ami szerintem tök jó. Jó, ez elkészült, akkor... itt nem tudunk Tejászba menni még, hanem Vakóba vagy Naisába kell menni, és én Vakót mondanám, mert az van. Ja, nem is ez készült el. Well, akkor... melyik készült el? Elkészült ez, az tiszta sor, és... egy másik is. Good! A lényeg, hogy felszabadult egy emberünk, akit kiküldhetünk. Ide? Mocsárba? Jó, ennek tűnik, és csak 147 napra van, ellentétben a 600-zal, ami meg oda lenne. Ez készült el, nem vagyok bolond, ez készült el, tényleg. Csak az történt, hogy ugye ez már Mexikóhoz tartozik. Mexikói területen van, tehát ez már nem kerül Maxilandba. Vagy Maxilandbe. Oké, értem, mi történik. Akkor viszont miért 600? Miért tart 600 napig, mikor ez butaság? Ez butaság, hát ott van mellette a területem, ne viccelj már velem!
Mindegy, vigyük ezt kóróba. Így szépen megpróbáljuk összekötni a területeket. És oda mehetne is egy egység. Mivel itt nem nagyon lesz rá szükség, max leverni a lázadásokat. Azért te mehetsz oda védeni kórót. 1500 jó. Jó lesz. Szóval várok egy hónapot, hát ha meggondolja magát, hogy csak ne 601 napig tartson már. Újra tervezés, 601 napig tart, akkor szarján sünt. Ezzel a kellemek és nagyon idélő kifejezéssel köszönöm a figyelmet, ennyi volt már a Balázs Britanniája. Innen folytatjuk a jövő héten. Várjátok, milyen napom ma? Possibly hétfő, akkor csütörtökön innen folytatjuk. És remélem, hogy tetszett. Sziasztok!